Sok türelem, pontosság és kitartás is szükséges a sikeres foltvarráshoz, amelynél az ötletet a tervezés, a színezés, az anyagválogatás, majd az alkotás követi. Robicsek Ibolya és Dudás Zsuzsanna, mert alkotni jó című kiállítását az Üllői Kulturális Központban tekinthettünk. A foltvarrás technikáját követi a mecénások egyik alapító tagja, aki annak idején önállóan kezdte el követni a magyar rátétes mintát, illetve technikát. Ez patchwork, vagyis magyarul foltvarrás technikával készült, ami tulajdonképpen különböző anyagok összevarrása minta szerint, amit különböző technikákkal lehet kézi, gépi. Itt a kiállításon is vannak különböző technikák, ami a háta mögött van. Ez kézi, itt ez az izzásban a magyarul rátétes, és ez egy ősi magyar motívum alapján készült ez a mű. Annak idején honnan jut az ötlet, hogy ezzel fog foglalkozni? Hát egy könyvben láttam a patchworköt először, és akkor nagyon megtetszett, akkor magamtól elkezdtem varni, aztán tanfolyam, és csoportba mentem, illetve a Magyar Foltvaró C tagja is vagyok 20 éve. Melyek voltak azok a nagyobb kiállítások, amik ezek az alkotások részt vettek? Egyéni kiállítás tulajdonképpen még csak egy volt itt ülőn 2006-ban, de a csoportomnak nagyon sok kiállítása volt szinte minden évben, és az idén is most lesz ezen a héten, pénteken az Üllői Könyvtárban. Erre a kiállításra milyen alkotásokat hozott el? Igyekeztem a különböző technikákat bemutatni, mint már mondtam, ez egy rátétes, magyar rátétes, mint az egy francia technika, az a fehér, az úgynevezett buti varrás, az is egy dényertes munkám. A szélső, az kézzel tűzött, illetve géppel varrott technika, az egy országos foltvaró kiállításon második helyezett volt. Ha valaki elkezd az ilyenfajta dolgokkal foglalkozni, ez foltvarrással, mit tud ajánlani? Hát főleg a fiataloknak, mert a számítógép mellett nem hiszem, hogy tűz meg célnak kerül a kezükbe. Sok türelem, kitartás, és gyakorolni kell. Tehát nem megy úgy, hogy nekiugrok és egy ágytakarót, az nagyon nehéz. Apró dolgokkal, különböző technikákat megtanulva, gyakorolva, pontosság az nagyon fontos, mert az csúnya egy kép, hogyha nem elég pontos a munka. Hogy készül egy alkotás, megtervezi a fejébe az ember, és utána kivitelezi? Először jön egy ötlet, utána megtervezem, megpróbálom kiszínezni, utána az anyagokat hozzáválogatni, és aztán jön az alkotás. A másik kiállító a kezdetekről, saját indítatásáról, a használt technológiáról, a hangulatról, mint befolyásoló tényezőről, valamint a tervekről is beszélt kameránk előtt. Amikor borús idő volt, nem lehetett kint játszani az udvaron, hát akkor pláne ősszel, télen beszorultunk a lakásba, és akkor hát mindig a rajz, ceruza, a gyurma, vízfesték, ami akkor volt abban az időben, hát végül is volt. Elkezdtem rajzolgatni festeket, én legalábbis mióta eszemet tudom, mindig szerettem valamit csinálni, de soha nem unatkoztam. Ha egy percig is valamit nem csinálhatok, akkor nem érzem jól magam. Az elmúlt évek alatt nagyon sok kép, festmény készülhetett. A mai kiállításon milyen képeket hozott el? Hát itt vegyes, mert tulajdonképpen szerettem volna egy kicsi, legyen egy pár életkép, egy pár virág, tulajdonképpen a vers, amit majd kedves barátnőm felolvas, a négy évszakról szól, meg a csacsiról, és akkor úgy gondoltam, hogy kicsit a versekhez kapcsolódjon. Úgy válogattam össze, hogy vegyes, a technika is vegyes. Matrancos Szamár. Nem dolgozom, szólt a Szamár. A pihenés nekem is jár. Nem akarok kocsit húzni, utálok piacra járni. Áll a kocsi előtt dacosan, mérgesen. Menjek a piacra, korán és éhesen. Elfelejtettem már, mi volt a reggeli. Olyan jó lenne még a szalmán heverni. Fehér csóválja a gazda. Miska, miska, te mi haszna? Kocsi útra kötve egy nagy sárga répa. Csalogatja Miskát, induljon az útra. Nyújtogatja nyakát, messze van a répa, Miska gazdájának cseles ajándéka.
fut a répa után, soha el nem éri, de szamár eszével ő ezt fel sem méri. A piacra érve miskájé a répa, találékony gazda, így csapja be néha. Megeheted miska, megdolgoztál érte. A buta szamárba egy répa a bére. Milyen fajta technológiát használ, milyen fajta festéket? Hát tulajdonképpen a nagy többség az vízfestékkel készült. Szerettem az utóbbi időben az anilint használni, mert sokkal élénkebb, sokkal nagyobb a lehetőség vele színezni. Hát van, amelyik úgy készül, hogy bevizezzük a lapot. Jobban mondva, egy picit úgy, amit nem volna szabad, de picit úgy berajzolom úgy nagyjából, akkor elceruzával, hogyha mondjuk ugye a víz oldja, akkor ne látszódjon, hogy be volt rajzolva, és akkor kicsit berajzolom, utána bevizezzük a lapot, és akkor festünk. Aztán van úgy, hogy eleve szárazon kezdünk neki. Ez mindig attól függ, hogy téma. Én legalábbis úgy vagyok vele, hogy engem nagyon befolyásolnak az évszakok. Például én nyáron eszembe se jutna, hogy téli tájat fessek. Nyáron nem jutna eszembe, hogy téli tájat fessek, viszont érdekes, mert télen azért volt már, úgyhogy festettem virágot. Nem, szerintem ez nagyon hangulatfüggő. Meg vannak dolgok, amit úgy eltervezek, és akkor úgy érlelődik, úgy érlelődnek a képek, és akkor egyszer elkezdem megrajzolni, megfesteni, vagy az lesz belőle, amit ugye elképzeltem, vagy csak félig meddig. Aztán nagyon sokszor nézelődöm ugye más munkáin, és nézem át, ugye millió lehetőség van ma már, és akkor az is ad egy ötletet, és akkor így összegyúródik a téma. Az elmúlt időkben milyen kiállításokon vett részt, és mi lesz a következő kiállítás, ahol fog majd menni ezek a képekkel? Hát az elmúlt időben többször is vettem csoportos kiállításon részt. Hát itt ülön többször, amikor ünnepek vannak, augusztus 20-a, akárhol, ahol megjelenünk, és ahol kiállíthatunk, nagyon sokszor tényleg. Aztán ami úgy nagyon maradandó volt, meg kedves is, az idén kora nyáron voltunk Szlovákiában, Nyitrától elrébb egy pár kilométerrel, ott a Vecsési Bálint Ágnes rajzszakörével voltunk közösen egy kiállításon, ami egy ilyen kis kirándulásra egybe kötött valami, ott nagyon kellemes volt. Aztán most van ez a szintén barátnőmmel, és tervezünk, amit még nem tudom, hogy megvalósul-e, Vecsésre, szintén a Bálint Ágnes művelődési házba évvégére egy karácsonyi kiállítást, amit szintén közösen fogunk kiállítani. Aztán a jövő mit hoz, nem tudom, majd meglátjuk, de szeretnék még, amíg lehet. És a lényeg az, hogy fejlődjek, hogy ne ugyanezeket vigyem el, hanem majd, ha megint összegyűl egy annyi anyag, amit azt mondom, hogy talán megmutatható, akkor majd újra. De az a jövőre valószínű, jövő után majd meglátom, hogy haladok. A kiállítás megnyitóján Sasvári Angelika zongorán működött közre.